Egy adag sódert elvittem. A tuskókiszedő az meg is semmisítette a fát? Tőlem kérdezed, vagy a nézőktől? Tőled. Elméletileg igen, de előtte ki kell vágni talán a fát, én úgy emlékszem. De az izé, az volt a kézifűrész. Ja. Hát akkor nézzük a faipari. Logging. Ez nem az. Én nem emlékszek, hogy hogy volt ez a faipar. Ez mi a tököm? Jó. Tehát a loggingba csak egy ilyen... Elvileg a fát lehet, hosszan megfogó. Másik módban volt benne, amit próbáltunk, mert ugye az egyik mapon vágtunk fát. És ott kiszedtük a tuskót is. Akkor lehet, hogy ez itt nincs benne. Hát, vagy valami traktoros cucc. A mulcs készítő van. Kőszedő van. Ilyen borona, orán borona. Tök jó, hogy semmiről nem tudjuk, hogy mi az. Rágya szóró permetező szénaforgató, rendforgató, nem tudjuk mi az. Jó, a láncfűrészből, a láncfűrészt megveszem, jó? Az a fákot lehet kivágni, növényeket. Jó, elvileg tudjuk, neked, az neked is megadja ilyenkor? Elméletileg igen, de az úgyis csak $1000, hát az nem egy... Jó. Nem egy nagyon drága dolog. Súlyok és egyéb téli felszerelés, rakodók, nyergek, kompakrakodó, teleszkópos, targonca, eszköz. Romagolt bála, rönkvilla, igen. Kompaktrakodó eszközben. Tönkvágó, a kompaktrakodónál lehet tönkvágó. Na, akkor az fejet. Kell. Enter, konfigurálom. Nem, ez így, nem. Tehát kell egy kompaktrakodó, ha jól sejtem. Hát gondolom, de azokat csak bérelt ki, az párat kicsapunk, amit kell, az köbben ennyi. Vagy ki akarod írtani az egész erdőt, és akkor úgy kalkuláljunk. Nem tudom. Az elég drága cucc, nem? Én úgy emlékszem, 50 ezer. Nem tudom, igaz, akkor nem. Nem van majd félmilliós gép. Ha kibéreljük, akkor óránként egy ezres, meg naponta 500. Jó az. Egyszer. És akkor arra kellett a kompakt rakodó eszközökből egy tönkvágó. Enter, szó közel, kibéreljük. Jó, az nem tétel. Jó. Igen. Van fűrészed? Mindjárt megnézem, földet hordok, ugyebár. Én jövök a bérelt kompakt rakodóval, tönkvágóval. Hát ez a tempó, még jó, hogy itt vagyunk magunk mellett, meg megőrülnénk. Hol lehet, hogy más a baja az ének a shoulder pakolón?
Na. Ugye a fákat én nem tudom kivágni, az lehet, hogy akkor már nem a mi területünk. Dehogy nem. Igen. Van nálad fűrész? Van. Elforgattad oldalra, mielőtt vágtál? Ó, oh, nem. Érkezek a járgánnyal, már látótávolságra vagyok. Elfelejtettem, hogy ezzel a fűrésszel csak izét derék magasságba lehet vágni. Milyen stíl ez az? És a faanyaggal mit csinálsz? Én sem. Én mit szeretném csinálni? Gyufát csináljak belőle, vagy mit szeretném? Hát azt, hogy mi lesz a fával? Hát elhúzzuk onnan, az kész. Hát most... Mivel? Kézzel. Az egész fá? Hát fölvágom, azt kiteszem oldalra, ide az út mellé, jobban nem építkezünk, azt ennyi. Ja, de kérdeztem, hogy mit akarsz kivágni? Semmit nem csinál, oké. Okay. Hol van még tönk? Ott. Itt, ahol a rengeteg árgon. Nem tudok az a fától közlekedni. Hát azért kezdtem el elvinni. Ó, bakker. Kiszedő? Így, csak irányítási gondokkal küzdök. Forogjál már el, te autó! Jó, már nincsen fatönk, és az még ott fatönk talán.
Oké. Hol vágtál még fát? Kettőt vágtam ki összesen. Igen, én három tönköt szedtem ki. Hát, nem vágtál fát Ja. te? Én nem. Akkor nem tudom, én Viszont. pedig csak kettőt vágtam ki. Ja, hogy az egész fát így odébb viszed. Hát nem tudom most mekkora van nálam, most Jó mi mit vágsz. szeretném. Amennyit tudok, elvonszolok oda, gondolom nem akarsz építkezni mostanában, és akkor egyszer el lesz pakolva. De ez viszont túl vastag, ezt nem tudja egybehozni. Ez felakadt. Ez se előre, se hátra, ez úgy megakadt itt. Hallod? Nem tudod kézzel odébb lökni, markolóval. Mindjárt jövök. Ezt a dolgozom a szélben. Traktorral esetleg, ami a hátad mögött van, azt megnézzük. Mi, hogy? Traktor? Hát itt hagytad a De a két traktor. traktorral nem tudod elhúzni a markolót. Nem elhúzni, odébb akarom lökni. Nem. Ott állt el egy markoló mellett. Most körbefutottad a bázist egy Hát az, markolóért. az ott ír. Ó, te fél. Most egy olyan pontról jöttél, ahol te se tudsz közlekedni. Felforgattalak így, se jó. Nem. Mert nem löktél meg. De most nem tudom, hogy miért a feneket... Hát, jó. Várjál, megpróbálom, hogy sódert kiszedem alólod. Nincs jobb ötletem, ki tudtál jönni? Hát még nem vagyunk túl a veszélyen, úgy érzem. Jó, most kiszedtél valami sódert alólam, úgyhogy megint elakadtam. Most lökjél meg hátulról. Nem löksz meg? Megpróbálok csak abba a szögbe, hogyha meglöklek, felborulsz. De figyelj már, hogyha az, jó, mondjuk, hogyha visszatetted volna magad a boltba, akkor nem kéne toszogatni. Ide tudta volna gurulni. Már ettől féltem. Még így is jobban tudok haladni. De ez valami Magától nem áll talpra? Nem, nem kell kejfej, Jancsi. Szerintem tedd magad vissza a boltba, és akkor gurulj el a 10 méterre, már szerintem ez egyszerűbb lesz. Mert az a baj, hogy itt annyira göröngyös a terep a sóder miatt, hogy rá se tudok rendesen fordulni, esetleg a kanállal fölállítsalak. Jó, akkor állj le rólam. Kompakt rakodó, visszaállít, igen. És a rászerelt szar meg itt van. Vissza kell ugyanide jönni. Á,
Ez hülye ötlet volt, vissza kellett volna adni rögtön a boltnak a bérelt cuccot. Bérelt eszközök, kompakt rakodó. Visszatérít, igen, oké. Eszköz, visszatérít, igen, oké. Jó. Még egy problémája lehet, hogy úgy látom, hogy itt van kiszórva föld, na lehet, hogy még azt kavarda nekem. De majd szórja ki. Hát most igen, mert ugye alól elpakoltam. És hát ugye elpakolták korábban, most már... Ja, hát az a föld, az nem tudom, hogy hogy került oda. Nem tudom, valamelyik terepsimításnál valószínűleg kiöntöttem. Megyek inkább bányászni földet, mert nem dolgozik a mosó. Visszük a mosóba a szutykot. Úgy mi? Én úgy látom, hogy löki ki a sódert. Igen, tehát eddig is lökte, csak ugye egy idő után megállt. Hát elég pici volt a kupac. De lehet, hogy tényleg a föld kavart be neki. Hát a fatönk, hogyha bekavart, az is megoldódhatott most már. Jó, hát itt most már azért viszonylag hosszan befelé bányáztunk, és most már hosszan kell mennünk az autókkal. Sóderezel? Nem, a földet próbálom kiszedni, csak ugye itt nem... Nem egyenes a terep, és pont nem tudok úgy rámenni, úgyhogy még egy picit próbálkozok, de valahogy kiszedem. De mindjárt megyek földet szedni, csak ezt nem bírok rá. Tényleg jól lenne a kézilapát. Legalább lehetne egyszerűen kezelni. Elvileg ezt a tempót kéne bírnom egy géppel is hosszú távon. De ez nem olyan frenetikus tempó. Tényleg nagyon eszi a négy darab adagoló a földet egyébként. Igen. Megyünk, terepmunkázzuk meg ezt a hegyet.
Igen, ez ma majdnem, hogy azt mondanám, hogy két rakodóval kell pakolni kényelmesen. Viszont ennél nagyobb földszedőt nem láttunk a játékba, ugye? Nincs. Ennyi a maximális kanál. Szerinted befejezte már a tankolást? Mármint micsoda? Ja, hogy ott hagytad. Persze. Hát csak. Mert hogy folyamatosan tankoltunk is korábban. Nem fejezte be a tankolást, mert ja, elmozdult. Na. De hát még időben észrevettem. Ecsém, ebbe pakolni a cuccot? Nem is lesz olyan egyszerű. Na, viszont ebbe a gödörbe már elvileg dózerezhetnénk is, nem? Hát látod, ez rohadt jó kérdés, hogy itt működik, vagy csak a bánya területen. Mert én ugye egy bányába benéztem, ott ugye más jellegű volt a föld. Tehát úgy nézett ki, mint amit ide hordtunk a gép elé. Aha. Ugye a futószalag elé. Ja, hogy a dózer csak a technikailag kiszedettnek tekintett földet tudja. Hát nem tartom kizártnak, mert a Rogi. Bányából ilyen sötétebb színű föld volt, nem ilyen, mint amilyen domborzatnak néz ki, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Hát figyelj, majd ha lesz pénz, akkor kipróbáljuk, hogy bérelünk egy Oké. Okay. dózert, és akkor megnézzük. Jussunk el odáig, hogy lesz pénz. De most a hiteleket fizetgetjük vissza. Megfizetjük ugye a bérleti díjakat, aztán utána meg kéne vennünk a jelenlegi gépparkunknak a bérelt dolgait. Jó, ahhoz... de egy ilyen markoló az mennyi? Félmillió? Félmillió körül. Milyen markoló? Hát a... Ez a Volvo? A rakodó, igen, a Volvo. Hát ez a körül. Azt is számolt ki viszont, hogy ugye az aranynak az ára most 3000. Igen. Mhm. Uh-huh. Ó, de mi? Hát... Jó, 585 az aranyára. Igen, visszament, mert nekem azt mutatta, hogy 3500. De elvileg ez az, ami le van konfigolva, nem? Hát áringadozást megjelenítettem októberre, azt ír, hogy 3600 Aha. lesz. Körülbelül 3800, nem tudom, most tök mindegy. Jó, majd meglátjuk. Benzintartályból szipirtyózom ki még az a maradék üzemanyagot. És közben... Sóder az megy, azt látom.
homokot szedi mindenhol, az szépen halad. Jó, lassan egy újabb üvegcseleg lesz. Nem, itt inkább az a kérdés, hogy nagyobb aranymosó. Ha oda mész, az belehányod a földet. Az nem lenne jobb? Csíkbarok. Hát oké, de most majdnem ugyanaz, nem? Ketten éppen, hogy ezt most így megbírjuk etetni. De nem, akkor nincsenek kis pirosok, hanem akkor oda mész, belefosod a földet. Érted? Értelek, de hogyha nem tudsz annyit hordani bele, mint amennyit fel tud dolgozni. Hát ez például egyedül már ekkor, hogy ennyi, ilyen messze kell mennem, nem tudom megetetni. Például. Aha. Az valószínűleg ugye többet, meg az hova teszed akkor. Tehát azt úgy kéne, hogy itt egy gödröt ki kéne válni, azt letisztázni, és akkor a középre betenni a mosót. Hogy... Vagy akkor futószalag, de akkor is futószalagozni kell egy idő után. Az a baj, hogy a futószalagnak a kapacitása a gyenge. Hát... Értelek, de... De látod, hogy ma azért nem 2 méterről kell cibálni. Értem, persze, hát egészen szépen fél dombot elhordtunk itt. Hát, hogy így azt kell mondjam, hogy látványos, hogy itt dolgozgatunk, csak... Csak szerintem még mindig lassan mosunk. Na most a lassú mosásnak az is az eredménye, hogy... Ha ketten hordjuk, akkor azért simán lebugol mindig. De a bal szélére, ahol vagyok, itt kéne majd. Nem oda? Itt sincs nagyon, de ott oké. Sincs nagyon? Hát mindegy, nincs. Én is beugrok. Konkrétan a szélső itt megállt, mert már nincs mit felszedni. Jó. Akkor... Egy ember nem elég. Hát így már akkor a távolságra nem. Nem baj, szedek földet, és a föld felszedésével talán javul a helyzet. Most mintha hatékonyabb lenne egyébként a dolog. Mint már a múltkor. Mi hát hogy a múltkor én szerintem nem tudtuk ennyire megoldani, hogy... Nem, csak ott rengeteg idő elment a gödör kiássásával, meg egyébek. Igen? Hát, nem tudom, a nem emlékszem, már nem emlékszek, de az biztos, hogy most aranyat bányászunk, jól. Most szedem a földet, én is. Annyit csinálok, a pick-up az hol van? Kiszedted? Valahol leparkoltam vele a benzintartályna. Üzemanyagot tölt föl még. Mert? Mert a 10-esre át akarok ugrani, és meg akarom nézni, mert nem sokkal került többbe. És hogy ott, hogy hát, ha másfajta. Mert ott elméletek van effektíve mosó is. De hát a 10-es itt van mellettünk, nem? Igen. Akkor csak átfutok. Nekifutásból rácsattintjuk a földszedőt, és már puff, 50 ezer liter, nagyon gyorsan kiszedi. Ö,
De hogy azt mondod, hogy venni még egy földterületet? Nem, ezt eladni. El lehet? Hát én láttam eladás opciót. Na és mit látsz? Még nem értem oda. Lehet, hogy kocsival kellett volna jönni. Olyan messze van? Nem az Hát, szomszédos? szomszédos, de hát ezek nagy telkek. Azt hittem, hogy ennyire nem. Hát a miénk se kicsi, amit vettünk. Ó, hogy maga az aranymosó, az meg 800 ezer. Aha. Az lehet, hogy nem is jár együtt a területtel, pedig itt van. Piros elmozdult, a nagy piros. Hát ezzel nem lettem okosabb, de itt ugye ez egy full bánya terület az egész. De itt nem látok olyan más színű földet. Az a baj, hogy én abban az egész modul szállításban nem látom a fokozatosságot, ugye ami kéne, hogy legyen, az elén elindulsz kicsi gépekkel, és akkor lépkedsz előre. Itt van pár nagyobb gép, azt kövösszárulsz. Segítségre lenne majd szükségem. Megint felborultál, vagy? Nem, a... Nem bírom belőni, hogy a rakodó működjön rendesen. Mindjárt megyek kanállal, fordulok együtt, és akkor megyek oda. Még egy picit előre. Jó, most nézd meg. Nem, még kicsit előrébb kell.